A II. Világháború ideje alatt Magyarország területén elesett román katonákról emlékeztet meg május 30-án a külső hadházi út mellett található központi román sírkertben. A mostani megemlékezés ortodox szertartással vette kezdetét, ahol Szilván Maniola, a magyarországi román ortodox egyház püspöke hirdetett igét. Az ige hirdetés követően Florin Vasiloni, Románia gyulai főkonzulátusának főkonzulja köszönetét fejezte ki, hogy helyet adnak a megemlékezésnek. Beszédében továbbá megfogalmazta, minden évben legalább egy vagy két alkalommal azokról a román hősökről emlékeznek meg ilyenkor, akik a II. Világháború ideje alatt áldozatul estek. Ilyenkor nem csak Hajdúböszörményben, hanem más helyszíneken, köztük Debrecenben, Nyíregyházán, Gyulán, Mékeréken és Szegeden is megemlékeznek a román hősökről. Ugyanakkor ezekben a nehéz pillanatokban a lelkük együtt van azokkal, akik a szomszédországban a hazájukért harcolnak ezekben a pillanatokban is. Sőris István a polgármester hozzátette, a város több éve biztosít alkalmat a megemlékezésnek, valamint örömmel tapasztalja, hogy minden ország tiszteletét fejezi ki a múltja iránt. Továbbá ezek a megemlékezések azért is fontosak, hogy utódjaink figyelmét felhívjuk és megismertessük velük múltunkat. A megemlékezés zárásaként Marius Butonius szobrászművész alkotásánál, a 4 méter magas márvány obeliszk talapzatánál Florin Vasiloni, Románia gyulai főkonzulátusának főkonzulja, valamint a város önkormányzatának nevében Sős István alpolgármester koszorúkat helyeztek el.